Na 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 na, na 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 na, na na na, gonna take my time. Na 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 na, na 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 na, na na na, gonna take my time. Eleinte kifejezetten úszkodtam a kaszálástól, mert nem tudtam, hogy hogy kell nekiállni. Alig találtam olyan irodalmat, ahol leírják pontosan a műveletet, és azért az az elég hosszú, éles penge az eléggé, hát cseppesen bizalomgerjesztő. Úgyhogy amikor elkezdtem utána járni, fórumokat olvasgatni, akkor körülbelül mindenütt abba botlottam bele, hogy úgy lehet legjobban megtalálni, hogy elmész az öreg erdélyi nagypapáthoz, aki megtanítja neked, hogyha nincsen ilyen, akkor veszed fejszennyele az egész, vagy veszed kaszanyele. Hát az a helyzet, hogy lehet, hogy jobb lett volna, ha valaki ott van velem és megmutatja lépésről lépésre, de ennek ellenére hiába van egy jó meredek tanulási görbe, azért megtanulható, hogy hogyan tudod elkerülni azt, hogy belevágd a kaszának a hegyét az összes hangyabolyba, meg ne izomból próbáld megcsinálni az egészet, hanem lazán, könnyedén, és akkor megy simán. Sőt, bizonyos területeken és bizonyos növényeknél sokkal gyorsabban lehet vele haladni, mint például a motoros fűkaszával. Ennek ellenére a motoros fűkaszát nyilván nem írom le, mert ilyen aszályban mondjuk a taracbúzát az szinte egyáltalán nem tudom kaszával vinni. Persze lehet, hogy nem vagyok elég gyakorlott, de ott azért a motoros fűkaszát használom. Meg hát azért az élet karban tartani az nem a legegyszerűbb dolog, nyilván az is tanulható, de ahogy Instagramon láttátok, azért eléggé meg tudok vele szenvedni, viszont ha egyszer megélezem, akkor szuper jól visz mindent, szinte mindent. Ha majd kicsit csapadékosabb lesz az idő, lehet, hogy csinálok egy kasza tutoriált, hogy nektek ne kelljen belefutni azokba a problémákba, amikben nekem kellett, viszont most nézzünk szét egy kicsit a birtokon, hogy mi minden van itt. Nyilván ezek a felvételek nem itt készültek, hanem a Growberry-nél. Hozzájuk mentem el még a héten egy podcast adást felvenni, ez egyébként kinn is van már a szertáron, úgyhogy akár a SoundCloudon, akár Spotify-on, akár podcast alkalmazásokban, amit használtok, már hallgathatjátok is. Ez a cég hidropóniás termesztéssel foglalkozik, ez nagyjából azt jelenti, hogy mérnöki pontossággal adagolják a különböző tápanyagokat a növényeknek, amelyeket talaj nélkül termesztenek, ráadásul a megvilágításnál is nagyon-nagyon odafigyelnek arra, hogy pontosan mikor, milyen intenzitású és összetételű hullámhosszú fénnyel világítják meg a növényeket, összetételű hullámhosszú fénnyel, szóval értitek. Így pedig egy nagyon kiegyenlített terméshozamot tudnak garantálni, nagyon kevés víz ráfordítással, ami a jövőben, amikor ilyen nagyon nagy aszályokra lehet számítani, az bizony fontos szempont lehet. Klímaváltozás ide vagy oda, abban nagyon sokan egyetértenek, hogy a jövőben eléggé oda kell arra figyelni, hogy hogyan állítjuk elő az élelmiszert, mert hogy azért nagy aszályokra lehet számítani, és egyre növekvő népesség mellett problémákba ütközhet az élelmiszerbiztonság. Úgyhogy különböző módszerekkel kísérleteznek az emberek. Az egyik az az, hogy egy ökológiai szemléletű gazdaságot vezetnek be, aminek rengeteg előnye és hátránya van. Igen, a hátrányokat általában nem szokták említeni, vannak ilyenek is, persze rengeteg előny is. Én próbálom itt ezen a birtokon ezt a vonalat képviselni, ennek ellenére a többi technológiát sem szabad leírni, sőt, nagyon fontos, hogy diverzifikáljunk ezen a területen is, többféle módszertan tudjunk alkalmazni, amivel különböző problémákra különböző válaszokat tudunk adni. És persze a high-tech mezőgazdaságról ugyanúgy elmondható, hogy vannak előnyei és vannak hátrányai is. Ezeket majd egy másik adásban bővebben is kifejthetjük, de szerintem haladjunk, mert mutatni szeretnék itt pár dolgot. Well, I'm a rolling snow these days. I'm gonna take my time. Everybody moving on so fast. Well, you can watch them rolling down the street. They nasty. They heading home and they don't know why. They in such a hurry and they miss the sky.
A múltkor meglátogatott pár barátom itt a birtokon, és ahogy tartottam nekik a tárlatvezetést, azt mondták, hogy miért nem csinálok ilyen videót, amikor nincsen előre felépítve az egész, hanem egyszerűen csak végig sétálok, és amit meglátok, ugyanúgy mesélek róla nektek, mint ahogy nekik meséltem, mert hogy egy csomó mindenről eszembe jut egy csomó minden. Nem fogunk végigmenni az egész birtokon, de néhány dolgot azért megmutatok, mert már annyiszor volt szó róla, és még soha nem láttatok belőle szinte semmit, csak ilyen apró részleteket. Úgyhogy most nézzünk nagyobb részleteket, aztán ebből összeáll majd a teljes kép. Szerintem mondtam, hogy eredetileg Nógrádban szerettem volna telket venni, viszont az fizikailag elég messze van, úgyhogy végül itt kötöttem ki a Gerecsében, de szerintem ez van legalább ugyanolyan szép, mint Nógrádnak bizonyos részei. A Windows XP háttérkép az szerintem elbújhat itt a táj mellett. Azt láthatátok Instán, hogy hogy megszenvedtem itt ezzel a részsel, itt egy hatalmas dzsumbúj volt tele csalánnal, meg ilyen magról kelő meggyekkel. Ezeket mindet kiástam és szépen kitakarítottam itt a múlt héten. Egy valamit hagytam viszont, méghozzá ezt a kis galagonyát, ugyanis ez majd kap ide testvéreket. A galagonya ugyanis innen kiírthatatlan. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy ezt a kiírthatatlanságát fogom felhasználni. Igen, ott vihar letörte az egyik ablakot, úgyhogy ezt majd rendbe kell rakni. Szóval a galagonya kiírthatatlanságát fogom itt kihasználni, hogy nagyon jól érzi magát a környéken. Mindenütt jönnek fel ezek a kis magoncok. Tele van velük itt ez az egész rész, úgyhogy ha jön az esősebb idő, akkor innen fel fogok ásni jó párat, leviszem oda a kerítés elő, és ebből fogok majd egy sövényt csinálni. Tök ingyen. Jó, hát nem biztos, hogy mind meg fog maradni, de van bőven, úgyhogy lehet pótolni őket. A házat azt elég alaposan rendbe kell kapni. Nem mondom, hogy rossz állapotban van, de azért minimum egy festés ráfér. Viszont tervezem, hogy kap majd kívülről egy hőszigetelést. Aztán jön rá egy újabb héjazat, héjazatnak hívják, szóval ilyen külső burkolat, és kicsit át fogom tagolni itt az ablakokat és az ajtókat is, ugyanis erre felé van dél, konkrétan erre nem néz ablak, az az egy ablak, amit ott láttok, az igazság szerint csak egy ilyen előszobának az ablaka, az nem ad semmilyen fényt a belső térbe. Ezzel szemben az északi oldalon van két ablak is, persze nem panaszkodom, mert konkrétan ez magára a birtokra néz. Azt már előre érzem, hogy az a gödör, amiből most kibújtam, az egy ilyen mitikus projekt lesz, ugyanis mindig azért jövök ki, hogy most már biztos, hogy befejezem a ciszternát. Arra égetően szükség van, mert hogy csapadékot nem nagyon tudok máshogy gyűjteni. Néhány hordón van összesen. De valahogy mindig kijövök, aztán mindig találok valami fontosabb dolgot. Vagy kaszálni, vagy ültetni, vagy nem tudom, rovarokat fényképezni. Úgyhogy a ciszterna az valahogy soha nem készül el. Mindig egy-két furiknyi földet kiveszek belőle, aztán szépen mélyül megalakul, de előbb-utóbb ezt ki is kéne bélelni, vízhatlanná tenni, aztán pedig várni a májusi esőket. Végülis már május van, és túl sok csapadék még mindig nem esett. Ja, és még mielőtt beleköttek a furikba, ezzel a vita lezárva, ez egy csehszlovák furik, úgyhogy valószínűleg a furik az egy szláv eredetű szó, nem tudom, hogy a talicska az honnan jön, de azt nem használjuk ezen a csatornán. Nagyon csúnyának kinéző pusztaság a zöldséges kert lesz, illetve tavaly is ez volt, és ezt folytatom az idén. Itt a különböző ágyások különböző technikával vannak, illetve lesznek előkészítve, azért is látjátok a különbségeket, ez nekem is egyfajta kísérlet. Egyelőre otthon az erkélyemen nevelek palántákat, a közvetlen magvetés ez elég bizonytalan a szárazság miatt. De azért van, ami jön ki, ez például csicsóka. A borsó meg a fokhagyma az elég hülye biztos. Ha már a csapadékhiány meg a szárazság szóba jött, akkor mutatok nektek valamit, ami sokat segíthet. Emlékeztek, amikor a múltkor azt mondtam, hogy talajt fedetlenül soha nem hagyunk. Igazság szerint van, amikor lehet fedetlenül hagyni a talajt, sőt, van, amikor a vastagabb takaró, a mulcs réteg az akadályozza is azt, hogy lejusson a víz mennyiség a talajhoz, a növények gyökereihez. Viszont megmutatom, hogy mennyit ér. Most, hogy hónapok óta nem volt számottevő csapadék, látjátok, hogy ez nem talaj, ez konkrétan egy por. Igen, tudom, esett néhány milliméter, de jó, ha tudjátok, hogy egy milliméter csapadék az nagyjából egy centiméteres talajréteget nedvesít át minden optimális körülmények között, úgyhogy az, ami eddig volt, az lényegében nulla se. Ezzel szemben nézzük ott a talajt, ahol a takarást elbontom róla.
Szerintem az eredmény az magáért beszél, de ahogy említettem, néha a takarás az többet árt, mint használ, úgyhogy oda kell figyelni erre. Hogy jön ki az első krumpli? Hello! Itt meg úgy néz ki, hogy kihajtott a kivibogyó. Ez az Ancimina trilóba, angolul pápa, magyarul azt hiszem, hogy indián banánnak hívják. Amerikában ettem ilyet utoljára, az nem ma volt, hanem nem vagy 20 évvel ezelőtt. Viszont van jó párfa, egy barátomtól kaptam magokat, úgyhogy rövidesen indián banán nagyhatalom leszünk. És úgy élte túl ez a telet, hogy nem is raktam alá mélepényt. Aki érti, érti, aki nem, nem. Inkább menjünk tovább. Erre a sötétzöld sávra a barátaim messziről azt hitték, hogy egy csövény lehet, de valójában csak egy töltés. A másik oldalon pedig itt a negatív töltés, az árok. Ezt a szóviccet Twitteren írta valaki, és nagyon tetszett. De mi a frászért van itt egy árok a birtok kellős közepén? Hát az a helyzet, hogy a csapadékkal nem csak az a baj, hogy nagyon ritkán esik, hanem amikor esik, akkor aztán tényleg lezúdul egy nagy mennyiség, és ez elég erősen hozzájárul a talaj eróziójához. Különösen egy ilyen lejtős talajon, itt nagyjából egy, azt hiszem 13-14% a meredekség, úgyhogy az elég meredeknek számít. Lehet is itt a talajon sokfelé látni ilyen vízmosás nyomokat, ami arra utal, hogy gáz van. A szomszédom mesélt is egy régi történetet, hogy egyszer krumplit vetettek, és jött egy hatalmas nagy zuhé, és lemosta az egészet, és a domb aljában kellett összeszedni a vetőburgonyát. Ennek az ároknak több funkciója is van. Az egyik az az, hogy a lezúduló csapadékvizet lassítja, tehát ide bele tud folyni a csapadékvíz, innen beszivárog a talajba, és szépen egyenletesen jut majd vissza a gyökerekhez. A másik funkciója az elég véletlenszerűen jött, ugye ahogy írtottam a sok bozótot, szanaszét, nagyon sok fa anyag keletkezett, amivel nem nagyon tudtam mit kezdeni, úgyhogy gondoltam, hogyha berakom ide a gödörnek az aljába, legalább egy vékony rétegben, akkor az esetlegesen begyűlő csapadék az nem fog azonnal elpárologni, hanem szép lassan, mivel árnyékolva van, be tud szivárogni a talajba. Viszont aztán úgy gondoltam, hogy végül is elég lazán van rakva itt benn maga a fa. Úgyhogy el van itt magának, és szép lassan korhathat, és nem kell felaprítani ezt a nyesedéket. Ezt az idő majd megoldja. Hogyha láttatok már olyan területet, ahol kupacokban volt a fa éveken keresztül, akkor láttátok biztosan, hogy alatta milyen morzsalékossá válik maga a fa. Hát ezt itt egy kicsit felgyorsítom, néha azzal is, hogy végig gyalogolok itt a fákon, mondjuk kamerával annyira nem egyszerű egyensúlyozni. Ezt az övárkot még tavaly ástam ki, a déli oldalára felkupacoltam a talajt, hogy ez is vessen valamennyi árnyékot, és hogy a talajt megfogjam, nem mossa le az eső vagy a téli csapadék, hogyha van, nem nagyon volt. Minden maradék vetőmagot így kiszórtam rá simán. Aztán lesz, ami lesz, úgyis csak azért kell, hogy fedje valamennyire a talajt, illetve tartsa ott a földet a helyén, majd megszabadulok tőle. Ez egyébként lucerna, ad egy kis nitrogént a talajnak, úgyhogy lehet, hogy be is fogom majd ültetni valami hasznosabb növényekkel ezt a területet később. Ez itt például rukkola, ezt még nem fogom egyelőre kiírtani, megvárom, amíg magodhoz, aztán tudok belőle szedni, és azt vetni később. És ha kíváncsiak vagytok, hogy a keresztes virágúakat miért hívják keresztes virágúaknak, hát ezért. Ott meg két kabóca gondoskodik épp a faj fenntartásról. Ne, úgy néz ki, szakítottak. Na, ennyi szexuális kontent elég is mára. Most megyek még gyorsan, mielőtt lemegy a nap, elültetek pár dinnyepalántát, aztán jövő héten még csemegézünk más területeken. Sziasztok!